aki sok mindent legyőz. A fürge lábunt, a birkózót, a diszkoszt gerejtvetőt. Látens fertőzés. Apám öttös edző volt, és gyakorlatilag amikor azon gondolkodott, hogy a fia mit mozogjon, vagy mit sportoljon, hogy edzettebb legyen, akkor kézenfekvő volt, hogy megfogott és levitt az újpesti, akkor még újpesti Dózsa egyik ilyen gyerek csoportjába, hogy itt a fiam, tanítsátok meg úszni. Mizsér Jenő, hát az öttös a Berkeiben szerintem közismert a név, a másért nem, hát azért, mert részese, vagy oroszlán része volt abban a annak a könyvnek a megírásában, ami egy nagyon komoly, nem tudom, hát irodalmi mérföldkő a magyar öttusán belül. Nagyon fontos kiemelni, hogy hihetetlen jó pedagógiai érzéke volt, meg ő nevelte is a versenyzőit, nem csak edzette. Ez nagy részt annak köszönhető, hogy törődött mondjuk úgy, hogy az elme pallérozásával is, tehát tőle nagyon gyakran lehetett hallani ókori görög vagy római idézeteket nagy klasszikusoktól, és lehetne sorolni, tehát ő nagyon fogékony volt a humán művészetek, tehát irodalom, történelem, elsősorban persze az öttusa kapcsán érdekelte őt rettenetesen, ókor szerelmes volt Mizsér Jenő, ezt tudni kell róla. És hát ebből nagyon sokat átadott a tanítványainak, úgyhogy benne nem csak az edzőt látták ők, hanem egyben egyfajta, nem tudom, egy kicsit egy ilyen szellemi tanítót is, lehet, hogy nagy szavakat használok, de egyfajta ilyen apai szerepet is ruháztak rá. Annál nagyobb öröm szerintem egy szülőnek kevés adatik meg, mint amikor a fia vagy a lánya, tehát a gyermeke bármiben, amit tiszta szívvel, teljes odaadással csinál, abban sikereket ér el. És hát persze, hogy nagyon büszke volt rám, és minden sikeremnek rettenetesen örült. Nem tudom fölidézni a pillanatot, hogy volt-e olyan, amikor azt mondtam, hogy na most már megfogalmazhatom, hogy megérte. Szerintem ez nem Melbourne-ben jött el, hanem már előbb. Melbourne-ben lettem ugye 1985-ben egyéni világbajnok. Tehát az biztos, hogy akkor már nyilvánvaló, hogy az ember egyéni világbajnoki címet szerez, akkor onnan már nem kérdés, hogy érdemes volt belekezdeni abba. De szerintem én azért előbb megfogalmaztam már ezt, hogy nem csak az eredmények miatt, hanem például az, hogy világot láthattam. Azért az a 70-es évek végén, 80-as évek elején az még nagy szó volt, hogy egy évben én 10-szer is eljuthattam külföldre, ugye akkor még a fiatalabb nézők nem tudják, hogy volt, nem lehetett akár, mikor akár, hogy külföldre menni, hanem 3 évente lehetett csak nyugat-európai országba menni például. Tehát óriási értékei voltak akkoriban annak, hogyha valaki sportoló volt és élsportoló, és rendszeresen járhatta a világot. Én nagyon szeretek világot látni. Tehát ez a színes világ, ami a sporton keresztül nekem kinyílt, ez szerintem én sokkal előbb, de mondom, nem tudok ilyet felidézni, hogy mikor mondtam azt, hogy na, igaza volt apámnak, és hű de jó, hogy errefelé terelt, még ha nem is erőltette. De 85-ben biztos, tehát onnan kezdve az eredmények frontján is egyértelmű. ...1987 a Mulleni világbajnokság, ahol ugye hát most mondhattam volna Melbourne-t, meg Szöult, meg Barcelonát, vagy a budapesti 1989-es évét, amit én szubjektíve, tehát én mint ember, érző és szenvedő, meg nem tudom, meg boldogságban úszó lény, megéltem, a legnagyobb katarzis az nekem a Mulleni világbajnokság volt. Dióhéjban az volt a történet, hogy a lovaglásban pocsékul szerepeltünk, akkor a kezdőszám volt a lovaglás. 19 csapatban 19. helyen álltunk, és a végén, hogy rövidre fogjam a krónikát, világbajnok lett a magyar csapat. Ez az volt az első aranyérmennek a Fábián Martinek Mizsér triónak. Tehát én nekem az a világbajnokság volt személyesen a legnagyobb katarzis, miközben persze hát a budapesti világbajnokságot nem lehet nem odasorolni szintén, mert hazai pályán totális sikerrel szerepelni, ugye arany és ezüstérem egyéniben, aztán a csapat is nyert, és a váltót is megnyertük, tehát megnyerhető 3 aranyból 3-at megnyertünk, és hazai közönség előtt, tehát azt
átélni, hogy amikor 10 000 ember egyé válik gyakorlatilag, mert az erről szólt, hogy ott élő fal között futottunk a Pesti-Lekuti repülőtéren, tehát beleborzongok most is, ahogy visszaidézem. Tehát lenne mit fölidézni, most mégis a Mulent teszem az első helyre, mert ott olyan mélyről jutottunk oda, hogy az valami hihetetlen, egyszeri és megismételhetetlen, és egy nagyon jó tanmese arra mindenkinek, az élet minden területre, hogy soha nem szabad föladni, mert nem tudod, hogy nem történik meg a csoda. Elődök útján, a időnk szárnyán, repüljetek új sikerek felé. A váltás az érdekes, ez egy ilyen folyamat volt. 90-ben én elkezdtem a Külker Főiskolát, másoddiplomás képzés keretet, ez egy viszonylag rövidebb, 5 fél éves oktatás. A TF diplomát megszereztem 87-ben, és 94-ben államvizsgáztam, 94 februárjában, és a 94-es lett végül is az élet úgy hozta az utolsó versenyévadom, de én ott 92 után, Barcelona után abszolút nyitott voltam, és figyeltem, hogy hol milyen lehetőségek adódnak egy ilyen magamfajta 30 fölötti élsportoló számára, ahol tudná folytatni az életét. És végül is aztán a bankszektor mellett tettem le a garast, mert ott összejött egy ilyen egy érdekes, vegyes helyzet, hogy elkezdtem a bankszakmát, de közben még sportlövőként versenyeztem. Tehát én 94-ben az öttusát befejeztem ugyan, de 95-től én versenyeztem, mint sportlövő, és ettől én egy ilyen szponzorálható, érdekes figura maradtam legalábbis az első 1-2 évben mindenképpen, és ott az a bank, ahol elkezdtem a szakmát tanulni, az keresett egy ilyen szponzorálható sportolót. Na és ez lett Mizsér Attila, és Mizsér Attila mai napig is a bankszektorban dolgozik, idestóva ugye 19. éve, tehát igen, közel vagyunk a 2 évtizedhez, és hát jól érzem magam ebben a szerepkörben, és nagyon érdekes, amit csinálok. A gyermek nevelésben nekem az a legfontosabb, amit én megkaptam a szüleimtől egyébként, tehát biztos innen jön, hogy amiben a gyerek ki akar bontakozni, vagy amiben tehetséget érez magában, azt kell segíteni egy szülőnek. Miközben persze, oké, vannak a kötelezők, jól kell tanulni, tehát Mizsér gyerekek jó tanulók voltak mindig. Mizsér gyereknek kötelező valamit sportolni, nem magas szinten, nem okvetlenül verseny vagy nemzetközi színvonalon, de valamit sportolni kell, mert a fizikummal is törődni kell, meg a szellemmel is. Tehát ilyen kötelezők vannak, de ez nem okoz konfliktusokat. Sokkal fontosabbnak tartom azt, amit az elején mondtam, hogy a tehetség és annak kibontakoztatása. A játéklányokban az ember készen áll, a sport ünnepe a földön körbe jár. Anyai és apai ágról is némi zenei tehetség van. Anyai nagyapám az a Budapest kórusban basszista volt, Steyer citerán csodálatosan tudott játszani családi összejövetelek alkalmával. A gyerekeiből faragott egy csodálatos kórust, amely kórus minden karácsonykor hátborzongatóan több szólamba adta elő a karácsonyi dalokat. Ez az anyai ág, apai ág, gondolom, hát apámat annak idején állítólag operaénekesnek is hívták volna, hát ő nagyon nagyon szerette az operát, Verdi és Wagner volt a két kedvence, és nem ritkán az ilyen családi összejövetelek abba torkollottak, hogy Mizsér Jenő előadott valamit az Aidából mondjuk, ugye a saját vehemens modorában, és tényleg jó hangja volt. Az, hogy a gitár miért, hát volt egy osztálytársam, ő volt az ihletőm, ő egy osztálykiránduláson ott nagyon jó gitározta a Beatles dalokat, és mondtam, hogy ezt nekem meg kell tanulni, és hát ez valóban tényleg egy ilyen plusz valami, ilyen lopott 5 percekben, meg fél órákban volt, hogy hónapokig nem volt a kezemben gitár, ugye, amíg sportoltam, de hát megmaradt, és meg is fog maradni, tehát amíg elbírom a gitárt, mondjuk a gitár könnyű, mert nem olyan nehéz cipelni, és az ember ülve is tud gitározni. Amihez szerintem egész jó érzékem van, az a dalszerzés, hát próbálkozom ezzel,
hogy esetleg ebbe fejlesszem magam, de hát ez egy ilyen szabadidős tevékenység. Hát kézzelfogható eredménye, vagy eddigi egyetlen lenyomata egy Olympia Mítosza című CD. Ezen a CD-n van 5 Mizsér szerzemény, gyakorlatilag ez a teljes lenyomata annak, amiről eddig beszéltem, mint dalszerző. A fiókban van még jó néhány tucat, hogy mi lesz velük, azt most nem tudom megmondani. A játékra.